Nézd meg, és viszont nekem kávét. Nem, ez hiszen... Ez azt mondták, hogy cukor. De még már a cukortól is furcsán viselkedem, mert nem eszem cukrot a kávéval hát se. De ez tökélet, de jó fejek vagytok. Gyártási kollégáik, de profizmusáról. Tökéletes. Este 6 órakor a templom torony, vagy ez a kis óra torony, elég diszkrét hangerővel ezt a zenét játssza. Egyébként bájos, azt kell mondom, hogy ez az ember szomor is. Nem tetszik? It's a popular song called Somos Novios. We are lovers. It's performed like in a speaker, like an escort is coming, no? It's like we are under attack. Hozzá egy ilyen kis csengő. Nem hiszem el. Ez acskó kedvesség. Azt mondták, hogy cukor. Nagyon szépen fogsz viselkedni. Mondok állaták. De még már a cukortól is furcsán viselkedem, mert nem eszem cukrot a kávéval se. De ez tökélet, de jó fejek vagytok. Tökéletes. Szépen beesteredett. Én a mexikóiaknál is olyan komoly élet van mindenhol. Ez egy ilyen színes park este, egy ilyen mesepark. Ott a szökőkút is világít, az épületek is színesre vannak világítva. Az összes gyümölcs, amit van, próbálom, hogy elbírom a ládát, mert elég nehéz egyébként, így jól meg van tömve, de elbírom, minden oké. Itt reggelizem. Egy jó kis teljesen. Végpici már nyitja az ajtót. Úristen, de szép. Van egy kis kilátás. Ez lesz a mai rucika. Nagyon jó. Indul egy újabb nap. Milyen a papaja Rékuci, itt is olyan jó? Nem annyira édes, de én elégedett vagyok ezen. Megmutatom nektek, így hurcibálom a mangómat. Én nem ettem meg. Jaj, de jó volt itt. Kis csöcsökbe. A fényező folyadék van is. Jó, úgyhogy ez jó lesz. Halló, szevasztok! Szevasztok! Kérdések és válaszok ismételten a mai adásban is. Kávé. A Nánázsiával, illetve inkább az Ázsia Express-szel kapcsolatban. Ez ami belóga kép, ez egy madár? Ez egy nagyon cuki kis madár, ezt azért raktam ide, hogy, hogy itt legyen benne. Nagyon jó, hogy néztem. Így, kompletten így. Na jó. Nem. Ú, de ezt egy, kettő, három. Nem. Az operatőrök és a stábtagok nem ott alszanak, ahol a versenyzők. Egyébként a stoppolásnál ez egy nehezítő tényező, mert ugyanez nem derül ki a műsorból, de nekik nem olyan autót kell találniuk, amiben ők ketten beférnek, hanem egy olyat, ahova az operatőr is minimum melléjük tud ülni, tehát három embernek be kell férni egy autóba, de a szálláshelykeresésnél ez abszolút nem kritérium, sőt, az operatőrök természetesen nem ott alszanak, ahol a versenyzők. De egyébként szerintem ez bizonyos, legalábbis a stoppolás bizonyos szempontból lehet, hogy előny is, mert két látszik, hogy valami történik. Igen, az, tehát, ott van egy kamerával, egy igen, hogy ezek nem huligánok, hanem figyelemfelkeltő, és valószínűleg igen. Bizalmat is szavaznak hát, könnyebben. Csak igen. Hát be kell férni. Valaki ilyen, valaki nem, mert sokszor meg pont emiatt nem állnak meg, mert látjuk, hú, kamera, ízé, valami igen. Történik, hát, szóval nem olyan egyszerű, ez azért látjuk, hogy szenvednek már eléggé. Egyébként pedig a gyakorlatban úgy történik, hogy amikor a versenyzők találnak maguknak szálláshelyet, ugye az már lehet látni, hogy ők milyen környéken cirkálnak, és ez
ezzel párhuzamosan van egy olyan kollega, akinek ez a dolga, hogy ott instant a környékben próbáljon találni a stábnak szálláshelyet, és akkor ezt ott gyakorlatilag azon nyomban egy órán belül keresnek a környékben valami panziót, hotelt, az, vagy bármit. Az is egy külön, az egy ilyen kis mini Ázsia. Igen, az, így van, hogy az operatőröket el tudják valahol szállásolni. Szerencsétlenek azok is aztán sokféle helyen alszanak, nem a ötcsillagos szállodákat találják ott a környékben. Nem, ahhoz képest nekem például egy ilyen nagyon jól kiszámítható luxus dolgom van, mondhatjuk, tehát hogy tényleg az van, hogy nyilván a mi mozgásunk az tök jól kiszámítható, az operatőröké kevésbé, és azért ők is láttak már csodahelyeket. Nem úsztuk meg még eddig, egyik évadot sem, komolyabb, hát ezek ilyen utazós betegségek, tehát amit el tudtok képzelni, bármelyik verzió működik, tehát most bármelyik testnyílás. Neked volt most idén valami? Idén nem volt szerintem, idén de lehet, hogy tavaly volt. Tavalyiban biztos, hogy volt, arra jól emlékszem. De volt idén is, tehát a stábtagokon végigpörgött egy olyan fertőzés, ami alul kínoszta a... De általában alul kínzós van. Általában alul kínzós van. És az a helyzet, hogy volt olyan súlyos állapot is, hogy valakit helyettesíteni kellett, tehát hogy ilyenkor ugye megpróbálnak sakkozni azzal, hogy melyik operatőr milyen fizikai állapotban van, és akkor, hogyha valaki mondjuk hajszanapon tud pihenni, akkor lehet, hogy csereberélnek. Tehát ugye a hajszás napokon csak azok az operatőrök vannak igazi komoly fizikai igénybevételnek kitéve, akiknek a párosa éppen versenyez, aki hajszázik. És akkor olyan volt azért elég sokszor, hogy a hajszán azt az operatőrt, aki egyébként a pára lett volna, de éppen nem volt túl jól, azt lecserélték. És akkor most ebbe gondoljatok bele, hogy a pár az megy, nyilván nekik az a szempont, hogy ők menjenek, haladjanak, de miután jön az operatőr, az operatőr beteg, akkor mit csinál az operatőr? Akkor vagy szenved, vagy nem tud, nyilván ő nem hátrált. Nem hátráltathatja. Ősök, tehát ők, abszolút, ők a legnagyobb hőségének, a produkciónak az operatőrök, úgyhogy ezúton is minden operatőrnek egy óriási gratuláció. Ők nyomják az igazi Ázsia Express-t egyébként a háttérben. Itt a kérdés, azt egy szarvasgombát szagolgatom. Én ennek a szarvasgombának én edzem magam, mert az én feleségem az Ördög Nóra, tudjátok, ez a lány. Ő szarvasgomba rajongó. És én meg nem szeretem a szarvasgombát, és most edzem magam. De engem szeret. Téged szeretlek, és most már olyan régóta szereted a szarvasgombát az orrára. És engem is. És téged. Köszönöm a kiegészítést, hogy most rávettem magam, hogy én is megtanuljam megtalálni a szépségét. És a finomságát ennek a szarvasgomba őrületnek, ami neki van. És most már haladok, egész jól állok. Egész jó. Ezt a kis darabot szagolgatom. Nagyon jó. Nagyon amit, szép bocsánat, darab. frissen vadásztunk saját magunknak, balkonyán, most éppen ott vagyunk. Na, de visszatérve a kérdése, hogy Ázsia vagy Mexikó, én nagyon elfogult vagyok Mexikóval kapcsolatban, ezt sose tagadtam, és nagyon örültem, nagyon-nagyon repesett a szívem, amikor kiderült, hogy Mexikóban vagy Latin Amerikában forgatjuk a következő évadot, de ugyanakkor az egyik legemlékezetesebb Ázsia Express évadunk, és tudod pontosan, hogy neked fogom mondani. Szerintem az első. Nem. Hát amikor le kellett állni a forgatásnak 10 napra, és Sri Lankán pihentünk 10 napig. Ja, tényleg. Azért az egy nagyon komoly, szép élmény volt. Nyilván az a része nem volt jó, hogy leállt. Azok is szépek voltak. Igen, hát nyilván az első volt a legemlékezetesebb. Mondjuk ott én nagyon szenvedtem, most ezt úgy mondom, hogy igen, a baj, de azért ott annyira nem, azt nem de mondtam. De szépnek szép volt, csak én nem éreztem ott azt. Ott még nem tudtuk igazából, amire vállalkoztunk, és azért ott a családdal, nagyon kicsik voltak még a gyerekek, azért az egy kemény menet volt mindenképpen, de nagyon szép és emlékezetes. Sri Lanka, amit az Ördögnél nem tud kimondani, de el kell menni. Igen, fantasztikus. Fantasztikus. És az, hogy ott egy ilyen furcsa bűnös érzés lett túl rá rajtunk, hogy valahogy így az ölünkbe pottyant ez a néhány napos üres járat Sri Lankán, amit gyakorlatilag egy óceánparti házban tudtunk kielvezni, szóval az nekem nagyon emlékezetes marad. Oda azóta is vissza akarunk. Visszavágyunk Sri Lankára. De mindegyiket imádtam egyébként valami miatt, és mindegyik helyre visszamenni. Nem sok olyan hely van, amire egyébként Üzbegisztára mondtam azt, hogy oké, itt jártunk, láttuk, kipipáltunk, tehát hogy oda úgy vissza nem vágyunk. Szépségei, de oda nagyon szép hely volt, csak úgy nem az, nincs az bennem, hogy oda vissza szeretnék menni. Georgia, vagy Georgia. Jordániában. Nagyon szívesen visszamenni. Grúzia. Grúzia nagyon érdekes. Tehát ott a főváros, amit szintén nem tudok kimondani, Tbilisi. Oda viszont nagyon visszamennék. Az egy nagyon jó város. Nagyon jó hely volt.
De Mexikó, Mexikóról ez továbbra is. Mexikót nagyon szeretem, annak ellenére, hogy pont a mai epizódban láthattátok az Ázsia Expressben, hogy le kellett állítani a forgatást, mert a versenyzők olyan veszélyes szituációba keveredtek éjszaka, hogy nem tartotta biztonságosnak a biztonsági szolgálatunk sem, hogy ők ott szálláshelyet keressenek. Ez előfordul, és ez volt az első ilyen pont egyébként, amikor úgy kicsit megéreztük ennek a veszélyességét, hogy tényleg be kell tartani a szabályokat, tényleg történhetnek kiszámíthatatlan dolgok, de közben az is egy jó példa volt, hogy és akkor a security azonnal be tudott avatkozni, és végül senkinek nem történt baja. Úgyhogy biztonságban érezhetjük magunkat. Én amikor ez történt, én még itthon voltam, igen. És akkor Nóri mondta, hogy hát ott van egy kis para, akkor itt most kimentik, igen, a városból, vagy a faluból, vagy nem tudom. Igen, külvárosi. És minden jó, nyugodjunk meg. Itt jó volt, nem tudom, 3000 kilométer, vagy hány ezer, az hasz. Sok. 3 vagy 6 ezer. Nem teljesen mindegy. Szóval ilyen távlatból minden jó, nyugodjunk meg. Éppen mentenek az őrök, de mindegy, túl vagyunk rajta, de azért Mexikónak vannak sötét oldalai. Van sötét arca. Hát egyelőre a formátum úgy néz ki, hogy kifejezetten celebeket akarnak látni az emberek szenvedni, tehát ugye ennek ez a csavar része, hogy a híres ember, akiről mindenki elképzeli, hogy egyébként csodás gazdagságban tengeti napjait, az most aztán éhezik, és pénzesíts, és különben is fáradt, és izzadt, és büdös. Tehát az eredeti formátumnak azért ez adja a sava borsát. Nem tudom, hogy ha egyébként civil embereket raksz ilyen helyzetbe, akkor az mennyire szórakoztató, bár azt gondolom, hogy szórakoztató karakterekkel azért ez kifejezetten jól tud működni, de ez a formátum tulajdonos döntése, tehát hogy még ha egyébként egy jófej magyar producer kitalálná, hogy tessék, akkor gyertek, és akkor hirdessünk castingot civileknek, még akkor sem biztos, hogy a külföldi jogtulajdonos ebbe beleegyezik, mert hogy ez a formátum, ez így van kitalálva. De hát soha nem mond, hogy soha. Azért van egy-két olyan formátum, ami eredetileg híres emberekkel indult, és aztán lett belőle civil verzió is, úgyhogy én ezt abszolút elképzelhetőnek tartom. Az nyilván egy kicsit más miatt érdekes, hogy másról szól. Itt azért ez egy elég nagy faktor, hogy azokat az embereket, akik egyébként tehát akiket esti ruhában látsz, meg csillogó, nem tudom, frizurával, meg sminkkel, hogy őket valami totál más szituációban. Végre lehet rölgni rajtuk, hogy ilyen. Igen. És akkor itt szokott jönni az a kérdés is, hogy mi vállalkoznánk egy Ázsia Expressbe? Never ever. Hál' Istennek, én ezért nem jutok el erre a döntési helyzetre. Tudni, én pontosan tudom, hogy ez milyen. És én nem hűltem meg. Nagyon jó azt ilyen tisztes távolságból nézni, azért így is nekünk azért ez egy küldetés, nem mondom, igen, hogy olyan, mert és tényleg egyébként le a kalappal, hát pont az összes, igen, olyan celeb, félceleb, középceleb, csúcsceleb előtt, aki ezt bevállalja és végtolja, mert igen, kőkemény. Abszolút. Kőkemény, de hát ez nekünk jó ilyen kis kényelmesbe. Ne sipál, nem akar stoppolni. Nem. De nem kell mindenkinek. Olyanoknak, akiknek kell feszegetni a határ, el akar menni a falig. Nem, mi már nem akarjuk, igen. Már nincs mit feszegetni. Nem akarok elmenni, már elmentem az életembe párszor. A falig, most jó, ez így. Nagyon jó. Mi nagyon élvezzük ezt így, ahogy van a gyerekekkel, ez egy óriás. Nekünk minden hétköznapunk egy Ázsia Express itthon is. Én azért szeretem iszonyatosan, mert a gyönyörű gyerekekkel annyira közel kerülünk egyfolytán, hogy én, te is találkozol velük, de hogy nekem ez egy olyan kapcsolódás, hogy ezt egyszerűen emiatt imádom. Nehéz is, nyilván ez a magunk is nánázsiája gyakorlatilag. Ázsia Express. Nánázsia Express. De na mindegy, szóval ez a lényeg, hogy never. Nem fogunk indulni. Várjuk továbbra is a kérdéseket, és most folytatódjon a nánázsia. Puszi! Csip-csip.
mai játékban össze kell rakni a versenyzőknek egy puzzle-t, és vannak hibás darabok, és most azt ellenőrzik, hogy biztosan ott vannak, és úgy vannak-e ott a jó darabok, ahogyan lenniük kell, és a hibás darabok közül melyik az, amelyik marad, és melyik az, amelyiket kivesszük. Kisfiú kapott egy nyulat húsvétra. Piacon vették szerintem, és aztán félrevonult vele, és ott papucskatja annyira cuki. Kedves jelenet. Ajuda! Hát ez kemény volt, azért egy ilyen játék, amiből ti mondjuk egy negyed órát láttok körülbelül a tévéadásban, az itt mondjuk egy másfél-két órás játék is lehet, ez is még fogalmam is, tehát az időérzékemet is teljesen elveszítettem, másfél órát álltam a tűző napon, és nyilván úgyhogy nem futkorászok, ez nem egy akkora teljesítmény, de azért Szolidaritásból állhattál volna. Egyébként kérik a tűzőnapon álltam. Jó, de csak félig. Gondoltam, hogy nem beköltözök az árnyékban.